Jó napot kívánok! Azon gondolkoztam el mostanában, hogy Hamvas Béla műveinek miért van akkora népszerűsége még mostanában is, amikor állítólag az emberek leszoktak az olvasásról, egyrészt az internetnek köszönhetően, illetve olvasnak ott is, de interneten megjelenő, lehetőleg hamar megérthető, hamar megemészthető szövegeket, illetve hallgatnak inkább hangos könyveket. De nem baj, mert a Hamvas Bélának a műveit is beolvassák, és azok is fogynak, tehát népszerűek. Na most nekem rengeteg időmbe tellett, hogy azt felfogjam személyesen, tehát személyessé váljon, és személyessé tehetsem azt. Nem is tettem ezt tudatosan, hanem azzá vált az idők során és a tapasztalatok hatására, ami a Hamvas életének a lényege, és nem követek el semmiféle profanizációt és szakralitás ellenes dolgot, hogyha azt állítom, hogy ő is az életszentség fontosságáról beszél, az élet szakralitásáról, tanít általában, és ír, és azt fedezte fel a hagyományokat kutatva, mint Jézus Krisztus. De miben is áll az az életünknek ez a szakralitása, amit ma, amiről ma teljesen, nem tudom, hogy régi korokban ezt mennyire tudta mindenki, vagy mennyire volt népszerű, vagy úgymond populáris, tehát mennyire popkultúra, mennyire használta és gyakorolta, és hogy csak kiváltságosoknak és beavatottak számára volt az egyértelmű és világos, de több szanszkrit irodalom is arról beszél, de Hamvas maga is fordított ilyen szanszkrit szövegeket, amelyekben arról van szó, hogy különböző fiatal embereket, vagy gyermekeket, vagy másfajta tanítványokat, hogy avatják be mikor az atyáik, mikor az apák, mikor az anyák, mikor a nagy tanító mesterek az élet szentségébe. Na most mi is ez az élet szentsége, amiről azért az oroszlán szellemisége kapcsán kell megemlékezni, és a tematikáját folytatom én a videóimnak, tehát hogy itt mindig el szoktam mondani az illető konstellációnak megfelelő aszcendens jellemzőit, és utána még készítek egy videót az aktuális témával kapcsolatosan, de ugyanabban a szellemiségben és abból a szemszögből, tehát hogy a koronavírus és az illető konstelláció, illetve az illető aszcendens közötti összefüggéseket megvizsgálom. Tehát az életszentség miből áll akkor, ezt nézzük meg, hogy mi az, ami kimaradt és kimarad, nem csak az internetnek köszönhetően szerintem, mert az internet csak úgy bejött az egészbe, hanem a mai az objektív és materialista tudomány centrikus, és úgymond gazdaság szemcentrikus, tehát életnyerési szempontból rendezett és szervezett tanítás és iskolarendszer teljesen erre alapul, tehát, hogy a tudás hatalom című szlogenre, hogy szerezd meg a rendkívüli tudást, és akkor majd annak segítségével, de hát ez lehet szakmai tudás is, tehát nem feltétlenül valami egyetemi szintű elméleti tudásról van szó, hanem szakmai tudás szintjén is. Szerezd meg a tudást, és akkor annak segítségével majd boldog lehetsz, legalábbis anyagiak szintjén biztos, hogy jól fog menni a dolgod, és akkor ez a legfőbb az életben. Hát nem ez a legfőbb az életben. Erről van szó. És erről, mint asztrológus, aki ezt megfigyelte, és nem volt más, mit csináljak, tehát kénytelen voltam ezt észrevételezni, és ezt megjegyezni, és erről meggyőződni, hogy a problémák, amikkel felén fordulnak az emberek segítség gyanánt, mindig és mindig az a gond, egészen az öngyilkosságokig elmenően, figyelem, mert ilyen is van, ezt se kell letagadni,
hogy emberek és fiatalok idejekorán életüket veszik. Pontosan ennek köszönhetően, hogy az életről, szakralitásáról szóló tudás teljesen elveszett. Hogy annak mi is lenne a tulajdonképpeni értelme. Mert nyilvánvaló, hogyha nem tud valaki az élet szakralitásáról, tehát az ő életének a jelentéséről, jelentőségéről és fontosságáról, akkor abban a pillanatban, vagy abban a körülmények között, nem abban a pillanatban, hanem abban az időszakban, amikor ezt a világ és az iskola rendszer és az egyetemi rendszer is mindenki által ígért, úgymond tudás segítségével megszerezhető boldogságot és boldogulásról kiderül, hogy illúzió, hogy nem létezik, hogy nem lehetséges annak a megszerzése, illetve nem boldogok az emberek, hiába van akárhány diploma a kezükbe, és hiába van akárhány milyen tudás, és akármennyi pénzt is keresnének vele. Ugye a legelképesztőbb helyzetekről kapok úgymond jelentést azáltal, hogy kapok leveleket, ugye, illetve felkéréseket horoszkóp értelmezésre, hogy tehát minden úgymond, amit általában ígér mind az iskola, mind a világ, mindenki, főként a politikusok persze, ugye ez megvan, és mégis az emberek kétségbe esnek, elképesztő nyomorúságai keletkeznek, tehát az orvostudomány által nem magyarázható és nem értelmezhető lebénulások, fájdalmak, tehetetlenségek, stb. A szerencsétlenségekről, katasztrofákról és mit tudom én, nyomorúságos fertőződésekről, betegségekről nem is beszélve. Tehát itt nem csak a szakralitásról kell beszélni végül is szakmailag, tehát egy becsületes asztrológusnak, aminek én gondolom magam, de hogyha nem is vagyok az, de törekszem rá mindenképpen, nagy az igyekezetem. Persze, hogy ezt soha senki nem tudja elérni, és senki nem lehet, messze nem lehet tökéletes, hiszen teli vagyunk karmával. És ez, akármennyit is dolgoznál rajta, mindig marad egy kicsi belőle, ha nem is olyan kicsi, akkor esetleg több. Van, amikor tévútra téved az asztrológus is, és a metafizikus is, és a spirituális guru is, és a többi. És jó, hogyha fel tud ébredni, illetve hogyha helyesen tudja sorsjelzéseket értelmezni, és visszatalál az igazi életútra, ami nem más, mint az élet szakralitása, tehát, hogy megváltásért, megváltatódásért vagyunk, illetve azért vagyunk, hogy az általunk hozott karmát feloldjuk annak megfelelő karmáinknak, mert több van, figyelem, több van. Nem csak egy van, nem a karmáról, a karmáinkról kell beszélni, több konstellációnak megfelelő karmánk van. Én, ahogy észrevettem és megfigyeltem, átlagban 5 konstelláció szerinti karmával érkezik mindenki a világra, amit nagyon pontosan meg is lehet határozni a horoszkóp segítségével. De hogy térjünk vissza Honvas Bélára és a szakralitásra, tehát mi is ez, tehát ezt mondom, hogy megváltás, a karma oldás. És ezt nem tudjuk felfogni, hogy mekkora szakrális életfeladat, mekkora fontossággal bír. Hogy elmondtam, ugye, hogy az abszolutumból, kiáramló, a megnyilvánult létbe, tehát az isteni létbe beáramló ősideák közül néhányan meghibásodnak, és az egész folyamatot újra nem akarom elmondani, meghibásodik ebbe a milliárd és milliárd állandó, meg úgymond kis, hát méretet kell mondanom, de nem materiális értelemben, nem tudom, hogy ezt fel lehet-e fogni, tehát kicsi, apró, mikroszkopikusnál is mikroszkopikusabb, ős ideák tömkelegéből is, és halmazából is, és felfoghatatlan a szám nagyságából áll össze még az isteni létezés is, az isteni lét is, és az egész létünknek az alapját ez képezi. Na most ezekből egy néhány, nem az egész, nem nagyon sok, de jó néhány meghibásodik, és az embert, tehát az ember ős ideáját, az Ádám Kádmont hozta létre időtlen idők óta az Úristen, hogy mondják Jézusról, hogy az idő kezdete óta létezett, de már mint a Krisztus, ugye, de itt nem
beszélhetünk idők kezdetéről, mert hiszen még a fizikában is vitatott erősen, hogy létezik egy ilyen egyáltalán, hogy idők kezdete fizikai valóságként is, figyeljük, nem, hogy spirituális dimenzió szintjén, ugye, amiről tudjuk, hogy állandóan arról beszélünk, hogy az örökkévaló az Isten, tehát, hogy volt-e valamikor kezdete, mondom, még a fizikában is kétséges a dolog, egyelőre akármilyen erős teleszkopokat helyeztek ki a Földön kívüli pályára, amikkel figyelgetni tudják zavartalanul a világegyetem pulzálását és az onnan érkező információkat, lehetetlenség, tehát akár mennyit tartják, és akár csak egyetlen egy fix pont felé irányítva is ezeket a teleszkopokat, és akármilyen más információ befogadási rendszerekkel és műszerekkel próbálják megérteni és megnézni, hogy hol a világ egyetem széle, ilyen nincsen, nem létezik a fizikai valóságban. Na, hogyha a fizikai valóságban nem létezik, akkor hogy lenne a spirituális valóságban? A lényeg tehát az, hogy az Ádám kádban mégiscsak van, öröktől fogva-e, vagy hogy van, hogy nincsen, tehát a Krisztus, végsősorban ezt is lehet mondani, azt mondják, hogy a Krisztus Ádámnak a még szakrálisabb, még tisztább, még világosabb formája, tehát aki Ádám volt, úgymond az első ember. Na most az első embert sem kell, mint számbeliségi elsődlegességet elképzelni, hanem mint szintén az első idea az isteni létezésben. Értjük? Tehát az elsődleges, vagy hogy mondjam, nem egy, hanem első. Ez a magyar megkülönböztetés, ez világosan beszél. Tehát, hogy ez az idea, ez arról szól, hogy folyamatosan létrejönnek ezek az ősideák, ezek persze struktúrákat alkotnak, és ősideák szerint, amit az asztrológiában a bolygók testesítenek meg, ezek megjelennek negatív formában, és az ember van kiszemelve rá, kitervezve, létrehozva időtlen idők óta, akkor nem is tudom, hogy ezt lehetett-e tervezni, vagy kellett-e tervezni valamikor, vagy eleve adott volt, ugye, mint ahogy az Isten eleve adott, és minden eleve van, öröktől fogva, és létezni is fog, is marad, akármi is lesz a fizikai világegyetemben, és a Földen, és a nappal, és a naprendszerre, és teljesen mindegy, ez úgy is van, és ha nem a Földön, akkor máshol lesz majd az ember, de ugyanazt a dolgot, ugyanarra a rendeltetésére kell majd koncentrálnia, erre a szakralitására, amiről beszélek. Tehát a bennünk megjelenő hibás ősideák által létrehozott hibás életszemléletmódnak a kijavítására, tehát ahogy az ideákat javítom ki magamban, ahogy azokat hozom egységben és összhangban, harmóniában az egyetemes törvényekkel, akkora mértékben járulok hozzá tulajdonképpen ahhoz, ami a rendeltetésem igazából, tehát a megváltásra ezeknek az ős állandóan és folyamatosan megjelenő, objektíven létező hibás ős ideáknak a kijavításához. Értjük? Tehát ezért nem hibás senki. Itt kell elfelejteni azt, hogy tökéletes az Úristen, ugye? Mert maximum az abszolútum, amit nem ismerünk, és amiről azon kívül, hogy abszolútum semmit nem tudunk, ugye a meg nem nyilvánult lét, az ősforrás, de már az isteni létezésben már megjelennek ezek a hibás ősideák is, a többivel együtt, amelyeket az Úristen nem szabad, hogy magába tartson, magában hordozzon, vagy mit tudom én, az isteni létezésben meghagyjon, és nem is ő az, tehát nem egy külön öntudat, isteni öntudat, ami ezeket az ősideákat úgymond kiebrudalja saját magából, tehát az Istenből, mint ahogy a Bibliában ez megjelenik abban a jelenetben, hogy az ős engedetlen emberpárt úgymond kihajtja, kiebrudalja az Úristen, illetve a lángpalosú keruba az édenkertből, hanem tulajdonképpen itt az történik, hogy szintén az abszolút létből kiáramló, egyetemes és itt állandóan megerősödő és fejlődő, az isteni létezésben erősödő és fejlődő egyetemes törvények közül az ötödik törvény, a polaritás törvénye, tehát a fokozás és a polaritás törvénye az, aki
átváltoztatja saját ellentétüké, amitől ezek az amúgy is hibás, tehát amúgy is csökkentebb vibrációs állapotban levő ősideák, most már, hogy saját ellentétüké is változtak, alacsonyabb megnyilvánulási, alacsonyabb úgymond teremtési dimenziókban megjelennek, és az ember az, aki az aurájába gyűjt egy-egy ilyen halmot, akarva akaratlanul, most a részletekben nem megyek bele, ezt elmagyarázom minden horoszkóp rendelőnek az első egy-két felvételen, ezt a folyamatot, úgyhogy azért nem akarok most részletekbe belemenni, de ez a szakralitás, tehát hogy ez a hivatásunk, ez a rendeltetésünk, ami elől nem térhetünk ki, tehát, hogy ezeket a hibákat az önmagunk boldogulása érdekében, és az önmagunk boldogulása jegyében, és kényszerében, figyelem, kényszerében és szükségében, tehát kénytelenek vagyunk, vagy hogyha nem, akkor idekorán elpusztulunk, tehát ezeket kijavítani, és a megfelelő ősidő a rendszer szerint, tehát az egyetemes törvények logikája szerint helyreállítani saját magunkba. Na most ez az élet szakralitása, értjük? Az élet szentsége. És ez hiába akarja az ember nem tudomásul venni, és hiába keletkezik ezer egy pszichológiai elmélet és terápia, mert nekem semmi bajom nincs a pszichológiával, de komolyan nagyon sokat illetődöm belőle, nagyon sokat tanulok. Most már nem olvasok, mert nincs hozzá sem időm, sem a szemem sem, és kezdett már kifáradni ahhoz, hogy olvashassak, de általában nem tudom, ha nincs éles napsütés, akkor már nincs elég fény, és körülmény sincs hozzá, de mivel, hogy nem szeretek tévét nézni és híradókat nézni, tehát ilyen jellegű előadásokat azért nézek a YouTube-on, az interneten, és a pszichológiai előadásokat nagyjából, amelyek érdekelnek, és amelyek megfelelő színvonalúak, mind megnézem, és tanulok, igyekszem minél többet tanulni belőlük, és más jellegű, még vallásos előadásokat is megnézek. Tehát vannak olyan előadók, akik metafizikailag nagyon-nagyon jól ráéreznek a lényegre, és metafizikailag magyaráznak el, főként Jézus által tett kijelentéseket, illetve, ahogy szokták mondani, kinyilatkoztatásokat. Hát a kinyilatkoztatásokat hiába, hogy az ember érzi, hogy melbeverik, és hogy tényleg leteperik, és annyira igazak, mert nem tudsz mit kezdeni velük, hogyha nem értelmezett helyesen metafizikailag. És vannak előadók, akik ezt ráéreznek, és nagyon helyesen el tudják magyarázni, akár csak Hanvas Béla is, ugye, a Kereszténység című eszé sorozatában, mert több eszéből is áll a Kereszténység című, azt hiszem a Scientia Sacrának a harmadik könyve, ami három könyvből áll, hogyha jól emlékszem. Na most a lényeg itt az, tehát, hogy ezt kell megértenünk, hogy ez a szakralitás nélkül, hogyha ez nem adódik át a gyermekeinknek, a fiatal generációknak, tehát nem csak arról van szó, hogy egy-egy ilyen előadást meghallgatunk, és akkor valami kedves részletet abból megjegyzünk, és próbálunk betartani, és a magunk üdvére és hasznára fordítani, hogy az egész szellemiséget valahol kellene képviselni és átadni, ugyanis, jó, valaki előállhat, hogy a vallások mindezt csinálják. Ezt csinálják, de botor módon, mert nincs hozzá értelmezés, tehát az asztrológiát kiátkozták a keresztény vallásból például. Máshol meg elég furcsa módon gyakorolják. Engem nagyon meglepett, hogy a buddhista előadók, akik tudnak állítólag asztrológiát is, a karma pontokról soha nem beszélnek, semmit. Aztán rájöttem, hogy nem is lehet, mert nem karma pontos meghatározásáról van szó a buddhizmusban, nem annak a személyes matematikai ismertetéséről, tehát mindenki számára, külön-külön, ugye, mert ezt kellene a buddhista asztrológia úgymond gyakorolnia és csinálnia, de hát nem, mert buddhista, és nekik különféle elméleteik vannak arról, hogy és az egész buddhizmus egy nagy elméletrendszer, egy mentális elméletrendszer, úgymond, hogy az ember hogy tudjon úgy boldogulni, vagy legalábbis ezt a nagy belső boldogságot, mert itt van a második fele a szakralitásnak,
ugye elérni a nagy boldogságot, a nagy megvilágosodást, és azon belül is annak segítségével a nagy boldogságot, amely nem támaszkodik már külső elemekre. Igen, ám csak itt van egy buktató. Ugye, amennyiben az életrendeltetésedet, tehát amiért az Úristen létrehozott is, és az egész emberiséget úgymond létrehozta és legyártotta, és folyamatosan annak életed ad, és fenntartja az életét, hogy mondják a vallásosok, s a proféták annak ellenére, hogy mennyire végtelen, bűnös és mit a vétkes. Tehát, hogy ez erre a hiba javításra szükség van, úgymond oda fent is. Tehát a mennyekben, a mennyeknek szüksége van, és az Úristennek arra, hogy mi itt elvégezzük a dolgunkat. Csak hogyha elvész ez a tudás, elvész a szakralitásnak a fontossága és a lényege, mert nem mondom, hogy a buddhizmus nem képvisel ilyen szempontból egy szakralitás, de képvisel, csak hogy hiányos. Nem pontos, nem koncentrálva személyes karmának az oldására, hanem általánosan ezekkel a buddhista módszerekkel és technikákkal is, technológiákkal is, nevezzük őket terápiáknak is esetleg, ezek segítségével meg akar szabadulni úgymond a szenvedéstől, tehát a fölösleges szenvedéstől, illetve elébe megy úgymond a fájdalomnak és a szerencsétlenségnek és a katasztrófáknak egy helyes mentalitást, általánosan érvényes, helyes karmaoldási mentalitást tanítva, ugye, ezzel nincs semmi baj, és hogy elérkezvén ezen keresztül majd a megboldogulási, a boldogulási képességek eléréséig is. Tehát ugyanerről beszél, csak mondom, az egyikben így veszett el ez a szakralitás, a másikban meg úgy veszett el, hogy a teljes asztrológiát és a teljes személyes karmát a kereszténységben, tehát ki van írtva onnan az erről való gnosztikus tudás, és azt mondja, hogy vállalj keresztet, vállalt fel a sors keresztedet, csak nincs meg az, hogy személyesen neked pont milyen kereszted van. Ez a probléma ezzel. Na most akkor, hogy az eredeti témánkhoz visszatérjünk, és visszatérjek, itt az a probléma tehát a modernkornal és a szakralitással, úgymond, illetve, hogy azért lett és lehetett lehetséges ez a koronavírus járványnak nevezett őrület, hogy az élet szakralitásáról a tudományos gondolkozásmód, arról is rengeteg előadást lehet hallgatni a YouTube-on, az interneten, bárhol, ugye, hogy 1916-ban, hogyha jól emlékszem, vagy talán korábban, Amerikában eldöntötték néhány tudós és néhány ipari mágnás, hogy a gyógyításba ettől kezdve csak is a materialista szempontú, materialista központú gyógyítási technikák és technológiák és a kutatás, tehát a betegségkutatás és a gyógyszerrel való gyógyítás lehetséges, más nem tekintenek tudományosnak és tudományosan értményesnek, és tehát intézményesen és intézményileg ezek ki vannak zárva a nagy egységes gyógyítási egészségügyi rendszerből. Na most ettől kezdve, tehát itt veszett el szerintem, nem feltétlenül Amerikában, hanem általában globálisan ekkor, vagy ezután ez követően, tehát mert ez meghonosodott az egész világban aztán ez a szemléletmód, nem annyira mondjuk a kínai gyógyászatban, vagy Indiában, de máshol igen, hogy tehát elveszett ezáltal tulajdonképpen valahol azt is lehet mondani, hogy ez a fajta orvostudomány, ami ellen most lázadnak a tudósok és a nagyon-nagyon felkészült, még Nobel-díjasok is, ugye, hogy ez nem jó, nem helyes, nem egészséges, tehát ennek köszönhetően veszett el a szakralitása az életnek, ennek is nagy mértékben, tehát hogy nem figyelünk arra, hogy bizonyos betegségek azért jönnek létre, mert szellemileg, spirituálisan helytelen az alapállásunk, és az alapállás fogalma Hanvas Bélánál egy nagyon-nagyon központi, centrális, hogy úgy mondjam, fogalom. Tehát az alapállás, amire, és amire nincsenek rászoktatva, amivel nincsenek megismertetve az iskolában sem, sajnos most már vallás órákon sem a diákok. Én végigkövettem a gyermekeimnek, mert ott még Csíkszeredában még kötelező volt tehát én írattam be, hogy tanuljanak ezt is, vagy ezzel a szemléletmóddal is nőjenek fel, találkozzanak, tehát
Nem, ott sem a szakralitásról volt szó, hanem a liberalizmusról. Hogy a legjobb, hogy a humanizmusról. A humanizmus, amely kivetette az ember központi tudatából az Istent, és behelyezte helyébe az embert. Ez a probléma. Csodálkoztam, hogy Hamvas Bélának miért van annyira meggyűlve a humanizmussal a problémája. És mostanában értettem meg, hogy azért, mert kivetette az ember központi gondolkozásából és képzelő erejéből az Istent, illetve ezáltal már, tehát egyszer az asztrológiát kellett ugye onnan kiszedni, és utána már jöhetett a többi, tehát már gyerekjáték volt utána. Persze ez nem tudatosan történt, most úgy beszélünk, mintha ez tudatos gonoszság lett volna, nem tudom. Vannak, akik ezt bizonygatják, hogy ezt az ideológiai nyomorúságot a gazdasági háttérhatalom hozta létre, ő befolyásolta a médiát, a politikusokat, hogy ebbe az irányba menjenek, és az akadémiákat, ugye? Nem tudom, ennek én nem vagyok az ismerős a tudóra, de az biztos, hogy tehát ekkor történt a nagy katasztrófa, és ez, amíg helyre nem áll, és akkor most visszatérek, hogy én nem oda, hogy nem tudok nem is akarok világforradalmat, vagy előidézni, sem, hogy mondjam, tehát a megmentő válteszi, vagy mit tudom, ilyen nagy megváltói krisztusi pózba tetszelegni. Tehát itt arról van szó, hogy azoknak szól mindez, akik a videóimat nézik, de lehetőleg azért, csak akiknek készítettem horoszkópot, csak akiknek még fogok készíteni, de tessék ezt, megkérem szépen, nagyon-nagyon úgymond továbbítani, tehát megosztani minél nagyobb mértékben, mert igazából erről van szó. Na most nem hiszem azt, hogy én ezt így létre tudom hozni, hiszen Hamvas Béla életműve is ott van, erről szól. Rengetegen ismerik Hamvas Bélát, fordítják is különböző külföldi nyelvekre, és így tovább. És biztos, hogy ugye, ahogy a Bolyai esetében megtörtént, hogy ugyanazt a meglátást, azt a zseniális felfedezést meglátta két tudós is egyszerre, úgymond, hogy szokták mondani a misztikusok, hogy a spirituális dimenzióból lehozták, nincs sehol lent, hanem bennünk van, onnan ki lehet szedni. A finomabb dimenziók nem fent vannak, hanem bennünk vannak, bent vannak, na mindegy. Tehát megértették, és papírra vetették, levezették és bebizonyították. Tehát a lényeg itt az, hogy ez biztos, hogy ez a gondolat is, amit én most itt elmondok, felvetülök, még a világ más sarkaiban élő gondolkozók, nem tudom, hogy asztrológusok-e, tehát azoknak a fejében is megfordul, és azok is kezdik hirdetni, de mondom, hogy a koronavírus és minden nyomorúság, úgymond, ami mostanában a vírushoz kötött, ez ennek köszönhető, hogy a szakralitásról megfeledkeztünk, tehát arról van szó, hogy mindent helyre lehet hozni a tudomány és a gyógyszerek segítségével. Számtalan orvosból lett pszichiáter és pszichológus bizonygatja azt mostanában, manapság, hogy a gyógyszerek károsak, nem hoznak egészséget, hanem csak tüneti kezelést okoznak, és hogy amit helyre hoznak, azt hosszú távon a mellékhatásaik kiegyenítik negatívan mindazt a jót, amit ők látszólag is, felületesen is, felületileg, bocsánat, és hirtelen hamarjába okoznak. Tehát a vírustól és a vírusoktól való szabadulás és mindenféle egyéb bajtól és nyomorúságtól és lelki bajtól és szellemi bajtól való szabadulás is csak is azon múlik, és azon fog múlni, hogyha ezt a szakralitást úgymond megértjük, és minél több ember a magáévá tudja tenni, és a gyermekeinknek, hogyha át tudjuk adni. Egyrészt, másrészt meg ezt tudni kell, tehát, hogy itt pontosan, hogy az a baj ezekkel a vírusokkal, mint a migránsokkal. Tehát, hogy nem engedjük magunkhoz közel, nem engedjük ide bejönni, persze, hogy engem is zavarna, hogyha ide jönnének, és itt kezdjenek esetleg a
nőre kéhezett afgán fiatalok úgymond kezdenének vadászni a lányaimra, és így tovább. Ugye nem erről van szó, hogy ezt letagadjuk, például az Orbán kormánynak ezt a törekvését, hanem arról, hogy ezt tovább kell gondolni, hogy miért. Nem is arról van szó, hogy ezt csinálják, hanem arról van szó, amit mondtam a múltkor, hogy a csendünket és a nyugalmunkat és a befelé való figyelési késztetéseinket és képességünket és törekvéseinket zavarják meg azok a szomszédok, azok a lakótársak, azok a földlakótársak, akiket be kell fogadni állítólag, mert jó az ember befogadja, de aztán úgy jár vele, mint az a katolikus pap Párizsban, akit a szintén afgán eredetű férfi talán, aki már korábban felgyújtotta egy katedrálisnak a tornyát, ugye, az meggyilkolta. Vagy Roger testvért a francia apátot, aki ilyen ökuménikus vallások fölötti vallásos közösséget alkotott. Tézébe ugye, tézei mozgalomról volt szó annak idején, azt is meggyilkolta valaki elég idős korában. Ez nagyon furcsa eset volt. Tehát a lényeg az, hogy az ember nem is szabad kiegyezzen, tehát elég nehéz ez a mesdje, hogy meddig harcolhatok a idegen behatolók ellen, úgymond, vagy az idegen behatolók mikor tesznek bennem kárt, tehát akkor, amikor én is, úgymond, megváltás logika szempontjából károsan viselkedem, és károsan élek, és gondolkozom, és képzelődöm. Erről van szó. Tehát, hogyha az emberek, és a gyermekek is, és az anyák is, és a szülők már megfelelő szellemiségben élnének, tetszik érteni? Tehát a szülők, mert az apának az aura mezője is számít, még akkor is, hogyha az édesanyák hordozzák 9 hónapon keresztül a magzatot, nem a férfiak, ugye, a testükben és az aurájukban, még akkor is, hogyha a férfi spermák minden ejakulációval cserélődnek, a női petesejt viszont addig az anyában marad, az anya aurájában az veszi körül, és az impregnálja spirituális információval, tehát, aki hordozza őt, tehát addig, amíg meg nem érik, oda nem érik, és akkor oda nem kerül egy sperma, hogy belibújjon, és azt megtermékenyítse, addig mind az anyának az aurájában van, és így tovább, és hogy a női petesejt százszor akkora, az nem kicsi szám, mint a férfiban sejt. Tehát, hogy az anyái elsődlegesen a befolyás, természetesen, de nem tagadja senki, hogy a férfinak, az apának is van ebben befolyása és szerepe, ugye, főleg, hogyha együtt él és élhet a gyermekeivel. Na most, a lényeg az, hogyha megfelelő szellemiségben élnének az anyák és az apák, úgymond, mert még azok is vannak, egy-egy keveset, még ott hagynak egy-egy család mellett egy-egy apát, édesapát, de a tendencia itt is az, mint a szivárvány mozgalommal és mindennel, hogy a felelősséget, a Szaturnuszt, a kellemetlent, a figyelmeztetőt, a következeteset, a fegyelmezőt és az intőt és a felelősségre felhívót, amennyiben egyáltalán megjelenik ez, vagy egy férfiben még, ugye, igazából az igazi spirituális felelősségről beszélek én, nem ilyen villanyleoltási felelősségről, ugye. Tehát az apa és az a szülőpár, aki alkoholt fogyaszt rendszeresen, és úgy azért nem olyan rendszeresen, hanem nagyobb engedékenységgel, úgymond, lehetőleg azt el kellene teljesen kerülni, az már felelőtlen ilyen szempontból, tehát már zavarok jelennek meg az aurájában, az aurának valamilyen szintjén, a tudattalamban, mint ahogy azt a kábult állapot tükrözi is, ugye? És akkor persze, hogy a gyermekek is, még akkor is, hogyha a koronavírus elkerüli egyelőre őket, de még azok is fertőződhetők. Tehát nem az oltása, nem a gyermekek beoltásával van itt a megoldás, hanem abban, hogy ébredjen fel valamiképpen minél több szülő és minél több ember, és az egész emberiség, de mondom, ebbe a kérdésben nagyon szkeptikus vagyok, tehát én azokhoz beszélek, akik nézik még a videóimat. Ugye, tehát ez a megoldás, és ezt a koncepciót kellene felvenni, tehát, hogy minél kevésbé kábultan, szédülten, és
vigyázat, mert az érzelmek elhatalmasodása, és erről tanít Buddha, ugye, az érzelem testnek az elsődlegessége, és még a gondolatoknak sem egészséges az uralkodása, de az sokkal jobb a józan, értelmes és szakrális és felelősségteljes gondolkozás, nem beszélve a tiszta, úgymond megtisztult képzelőerőnek a hatását, a mágikus hatását és visszahatását, mind saját magunkra, mind kihatását a gyermekeinkre és a környezetünkre nézve. Tehát ez az oroszlánnak a nagy tanúsága, erről beszéltem én a korábbi, tehát az oroszlánról szóló, az oroszlán aszcendensről szóló videómban, hogy tehát, hogy uralkodni kelljen saját, tehát uralkodni tehát az, akinek oroszlán az aszcendense, annak elsődlegesen a saját gyengeségei, ezekről a gyengeségekről beszéltem, tehát azok fölött kell megtanulni, uralkodni. Itt van egy sajnálatos kitérőm is, megjegyzésem, hogy sajnos Hamvas Béla is maga, aki az élet szakralitásáról beszélt és írt, úgymond vétkes és rossz példa ebben, mert élete végig cigarettázott. Tehát ő tovább élhetett volna, és még írhatott volna nagyszerű könyveket, amennyiben van annyi akaratereje, lett volna annyi akaratereje, hogy a cigarettáról lemondjon például. De persze neki volt akaratereje egyebekről lemondani, tehát az érzelgőségről és az érzékenykedésről, úgymond. De az egyik nem tudja kiegyenlíteni a másikat végső soron. Úgyhogy itt az oroszlán aszcendens és az oroszlán mentalitás és az oroszlán karma kapcsán, tehát itt erről van szó, hogy a koronavírus mindig és mindig fog maradni most már az emberiséggel, ugye, ahogy mondta valaki, hogy lehet, hogy aztán már a gyermekeket is eleve beoltják, ugye, hogy agyhártyagyulladás ellen, és mit tudom én, hepatitis C vagy B, mindenféle oltások vannak, ugye, ez is majd oda be fog kerülni a hivatalos rajstromba, de ezzel még nem lesz semmi sem megoldva, sőt, ezzel még tovább romlik a helyzet, és szaporodhat az emberiség, mert nem a szaporodásával van a baj, hanem a felelőtlen, úgymond a spirituális, tehát az élet szakralitása nélküli élettel van a baj, ugye, és ebbe beletartozik a táplálkozás is, hogy az embernek nincs rendeltetésében az, hogy elfogyassza az állatok húsát, és hogy az állatok legyilkolásához hozzájáruljon, illetve a mesterségesen szaporított állatok, akik most tudjuk, hogy fel vannak tömve antibiotikumokkal és kábítószerekkel és mindenekkel, és az persze, hogy annak a genetikai állománya megváltozik, és azt fogyasszák az emberek. Tehát itt rengeteg oldala és vetülete van ennek a kérdésnek, de ide kell tehát az oroszlán aszcendens és az oroszlán karma, amiről még nem beszéltem, és lehet, hogy még kell egy harmadik videót készítsek ebben a témában, tehát hogy az egónak, a felfúvalkodottságnak, a sérült önérzeteknek, amikor még ez skorpiói karmával, vagy nyilasi karmával is, meg esetleg halak karmával társul, ugye, akkor a bosszúvágy, a sötét bosszúvággyal is, illetve a gyeplőnek a lovak közé való bevetésével is jár, hogy nem megy, úgysem tudok boldog lenni, amúgy sem tudok, akkor ne is legyek, és akkor teljesen mindegy, és akkor másokat is fertőzök, bemocskolok, rágalmazok, hazudozok róla, és itt aztán a hazudozás, a hazudozásról való szokás, és a mások megrágalmazása és bemocskolása fölötti úgymond alkoholista késztetések, mert nem, tehát nem kell alkoholt igyon az ember, én csak egy kifejezést használtam, hogy annyira kábító és annyira csábító ez a másokról való rosszatmondás és hazudozás és mindenféle sötét rágalommal való besötétítése, bemocskolásának a vágya, na, hogy ehhez kellene igazából akarat és erő, lelki és szellemi erő, főleg szellemi öntudati erő, mert erről van szó a tudatosságról, ugye a buddhizmusban is a tudatosság és minden spirituális iskolában és beavatásban a tudatosságnak a maximális fokára való emelkedésről. Na most, hogyha ez emelkedik, akkor ezt is pont úgy el kell hagyni, mint a cigarettázást, vagy az egyéb
úgymond a testünknek, a szakrális testünknek a bemocskolását épp úgy el kell hagyni, illetve erőt kell venni magunk fölött, hogy azt mocskoljuk, mint ahogy a lelkünket és a szellemünket és a képzeletünket sem kellene és szabadna mocskolni, illetve zavarni, befertőzni, mert amennyiben én mást fertőzök, az a hatás-visszahatás törvény alapján visszatér hozzám egyértelműen és előbb-utóbb, és ha szintén fog fertőzni engemet is. Fertőződés helyett tehát, spirituális fertőződés helyett, tehát a tiszta gondolat, a tiszta képzelet, a tiszta lelkiség és a tiszta lelki erő az, ami segíthet bennünket, és erről szól a horoszkóp értelmezés, erről szól az asztrológia, és mindenki, aki arról beszél, hogy ez a bolygó ezt csinálja, és az a bolygó azt csinálja, és az a konstelláció ezt csinálja, és most pont éppen egy nyílas ikrek szembenállással vagyunk, ugye az ikrekben van talán a Lilit és a sárkányfarok a nyílasban, és akkor van egy ilyen árnyékénes jelenség az egészben, és mindenki hazudik ugye a nyílas felől, és mindenki rejti az árnyék tudatát és a hátsó gondolatait az ikrek felől. Ehhez kell oroszlánni, úgymond öntudat és oroszlánni erősség, de más tűzjegyek is fontosak itt, akár kosba, akár nyilasba legyen az aszcendensünk, vagy a napunk, akkor is erőt kell vegyünk magunkon, hogy ne fertőzzünk, és akkor, ha nem fertőzünk, akkor nem is fertőződünk. És ezzel befejeztem viszontlátásra mindenkinek. Tiszta, józan éberséget kívánok, mint ahogy a Védának is ez az értelme, az éberség visszaszerzése. Viszlát!